Ültél már úgy valaha egy társaságban, hogy azt érezted, hogy amikor valaki mondott valamit, vagy tett valamit, úgy ültél, hogy bár ne tette volna? A mai évvégi önismereti feladatunk egy ezzel kapcsolatos önismereti kérdés lesz. Itt az év végére, az utolsó hónapra készítettem nektek egy 31 napos PDF-et, hogy az új évet úgy zárjuk le, hogy az méltó legyen, az új évet úgy indítsuk el, hogy az még jobb legyen, mint az idei, és közben a 31 nap alatt jobban megismerjük magunkat, és ezáltal fejlődhessünk. Ha ezt a PDF-et szeretnéd egyben letölteni, hogy az összes feladatod meglegyen, kiegészítve szuper kis adventi meglepetésekkel, akkor ha a profil oldalamra mész és a linkre kattintasz, ingyen meg is teheted. És mi ez az önismereti kérdés, ami ezzel a szégyenérzettel kapcsolatos? Válaszolj őszintén a következő kérdésre. Szégyelted már magad mások miatt, vagy mások helyett? Ha igen, akkor mi volt az, mikor és miért? Ha ezekre a kérdésekre, legfőképp az utolsóra, hogy mi volt az, mikor és miért, ezekre tudsz őszintén válaszolni, akkor magadat is sokkal jobban megismerheted. Hiszen egy szituáció, amiben rosszul érezzük magunkat, ami szégyenérzetet vált ki belőlünk, és mások helyett is akár szégyellünk magunkat, elgondolkodtató, hogy vajon miért váltja ki ezt az érzést belőlünk. Érdemes elgondolkozni azon, hogy pontosan mik azok a dolgok, amik bennünk ilyenkor felmerülnek. Milyen gondolatok kapcsolódnak hozzá, milyen érzések kapcsolódnak hozzá, milyen emlékképek villannak be ilyenkor. És hogyha ezeket sikerül összegyűjtened, akkor esetleg el tudsz kezdeni elengedni, hogy a későbbiekben ez az érzés már ne jöjjön fel benned, főleg akkor nem, ha ezt mások teszik. És ha már szóba kerültek más emberek is rajtunk kívül, akkor a mai adventi feladat, hogy csomagold be az ajándékokat azoknak, akik igazán fontosak neked, a szeretteidnek, barátaidnak, rokonaidnak. Ha szeretnél ajándékcsomagolás mellett karácsonyi dalokat hallgatni, akkor menj a profil oldalamra, és hogyha egy kicsit lejjebb görgetsz a linken, amire rákattintottál, találhatsz egy Spotify lejátszási listát szuper kis karácsonyi dalokkal. Legyen nagyon szép adventi időszakotok még erre a két napra, ami hátra van.